Gyengeházati kapcsolat, hopp-hopp, megjelentem, használható a kapcsolat. Most kezdtem megjelenni az élőben. Jó, megvárom, még érkeztek, addig itt ülök, és rákészülök erre a dologra. És már meg is jöttek az első nézők, a szuper, 64-en vagyunk. Jó van, hiszen szóltam délután, hogy fogok jönni, úgyhogy mindenkinek lehetősége van most engem szidni, anyázni. Itt van Réti Dóri, szia Dórikám, ő a sajtósom, szerintem ma fog fölmondani. Győri Márti is itt van. Szia Mártikám, nagyon csinos vagy, ő egy nagyon csinos kismama, képzeljétek el, ilyen is van. Szóval már több mint 1000-en vagyunk, és még csak egy perce vagyok itt. Szóval az van, hogy Tamara kísérje, minden jó, Németországban is. Szóval nagyon sokan írtak nekem nagyon csúnyákat, és nagyon felháborodott az ország. Tudjátok, hogy én milyen vagyok. Az igazság, hogy kaptam annyit itt az elmúlt fél mai napon, hogy ezt nehéz feldolgoznom, úgyhogy őszintén tudjak beszélni. Kitöltöttem egy 2 centes kis nagyon finom viszkit, iszom egy kortyot. Hú, a viszki az keto egyébként, nincs benne szénhidrát, csak szólok. Szóval most, hogy már bennem van a viszki, de részeg nem vagyok, mert nem is leszek, őszintén fogok ma is beszélni. Így Ábrám Robert, hogy mit tegyünk a kövérnőkkel, mester? Na, hát akkor csapjunk bele a lecsóba. Mit mondtam tegnap? Tegnap azt mondtam, ugye, hogy arról beszéltem, hogy vannak azok a nők, akinek egy része úgy rontja el a boldogságát, az egészségét, a házasságát, hogy szülés után rajta marad 20-30-40 kiló, és utána ez rajta marad ugye hosszú távon, és megváltozik. Megváltozik maga a nő, megváltozik az önbizalma, megváltozik a külseje, és megváltozik a házassága is. Értelemszerűen, hiszen azt mondtam, hogy a férj, a vőlegény, aki elvett egy 55 kilós kis modell csajt, vagy egy csinos nőt, gyerekek itt kiabálnak a háttérben, szóval aki elvett egy csinos nőt, az tudja szeretni továbbra is. 90 kilósan is tudja szeretni, de azt tudnotok kell, hogy nálunk férfiaknál, és csak férfiaknál véven beszélek, nem működik úgy a szex, nem működik úgy a vágy, hogy ez lelki kötelezettség. Hiszen tartozunk a feleségnek, hát értünk szült, meghozta a csodát. Én azt szeretném, hogyha minél több nő szülne, minél több magyar gyerek lenne, de minél kevesebb házasság menne tönkre. Mitől megy tönkre a házasság? Attól megy tönkre, hogy éveken keresztül az a férfi, aki a csinos feleségébe szerelmes lett, az nem biztos, és nem, de van kivétel, de nem biztos, hogy tudja tolerálni, hogy az a nő bizony 90-100 kilós lett. És erről szólt a sztori, semmi másról. Írtak olyan cikkeket, hogy beleálltam a duci nőkbe. Nem szólt, nyugodtan nézzük a tegnapi videót még egyszer. Én nem beszéltem a duci nőkről. Nézzünk egy másik példát. Ha valaki elvesz feleségül egy 80 kilós, nagyon duci nőt, aki tényleg óriási popsi, óriási mellek, nagy has, minden, és ezt imádja. Ha ez a nő a terhessége után 25 kilót fogyna, hát ugye ez a probléma állna föl, akkor az egy másik nő. Nem biztos, hogy az a vékony nő fog tetszeni annak a férfinek, aki elvette. Ez egy ritkábbik eset, mert általában a nők a terhesség után nem lefogynak. Én arról beszéltem, hogy Magyarországon az elhízás egy tömegbetegség. Miért csináltam ezt a postot tegnap? Azért csináltam, mert szerettem volna ledobni a kommunikációs atombombát. De viszont előtte fölvettem a sugárvédő ruhámat, hogy megvédjem magam a sugárzástól, és ma is tudjak nektek erről beszélni. Egyébként 6600-an vagyunk már élőben, és ezzel megdöntöttünk minden rekordot, úgyhogy ezt külön köszönöm nektek. Szóval, nem fog kimagyarázni semmit, mert valaki azt mondja, ezt most nem magyarázott ki. Figyelj, nem akarom kimagyarázni, és nem akarok bocsánatot kérni. Nem akarom a terapi véleményemet sem levenni, hanem föntartom. Továbbra is föntartom. De a tegnapi véleményem az nem a duci nők ellen, nem az elhízott nők ellen szólt, hanem értük szólt. Arról szólt. Ugyanis ha arról beszél ki 15 éve, hogy egészség, ne legyél cukorbeteg, ne legyél ez, ne legyél az, ne legyél inzulinrezisztens, ez úgy nem sok embert érdekel. De ha Norbi kimondja azt, hogy úristen, szexus, hiúság, a legerősebb emberi vágy. Én most olyan dolgot mondtam ki, amit senki nem mer kimondani,
magunknak sem mondjuk ki, magunknak is hazudunk. Amikor 2003-ban megírtam a Norvi Titok című könyvet, ebből lett az update, és 2004-ben kiadtam, én voltam az első, aki megírtam magamról, hogy milyen undorító és milyen rossz volt kövérnek lenni. Még messzebb mentem, az első könyvemben elmentem egy kövérnőnek a boncolására is, és azt is megírtam. Így van? Mi lett ebből? 250 000 eladott példány, és az update megszületett, és elkezdtek az emberek követni és lefogyni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a szexus, a hiúság, az egy sokkal fontosabb motiváló momentum a te életedben, mint a távoli betegségtől való félelem, a távoli egészségtudat. Erről akartam tegnap beszélni, és nem érdekel, ha valaki bojkottot hirdet ellenem, nem érdekel, hogyha megszólalnak a társadalomtudósok, a szociológusok, a filozófusok, az írók, mindenki, és mindenki engem ekéz, én akkor is tudom azt, hogy amit mondok, szívből mondtam, és javító szándékkal mondtam. És mondom tovább. Mondom tovább, mert a mai rész nem csak a nőkről fog szólni, hanem a férfiakról is fog szólni. Ömlenek a hozzászólások, és már több mint 8,5 000-en vagyunk egyébként itt élőben, úgyhogy mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök, és folytatom tovább. Szóval, tisztáztuk azt, hogy a tegnapi beszélgetés nem a duci nőkről szólt, a hosszú távon megtartott terhességi elhízásról szólt. És az bizony megöli a házasságot, mert azt mondta egy szexuálpszichológus barátom viccesen, hogy a férfiaknak a szexhez vágy kell, a nőknek meg türelem, hát hozzánk. Bizonyám, tehát mi férfiak nem tudunk teljesíteni abban az esetben, hogyha nincs bennünk vágy. Egy nő be tud minket fogadni, sajnos vágy nélkül is. És beszéljünk a férfiakról. Férfiak. Mi van akkor, hogyha ezt most megfordítjuk? Azt mondom, hogy egy csodás, 80 kilós, sportos, fiatalember elvesz egy másik csinos nőt feleségül. És 10 év múlva, bár gyereket nem szült, de ez a 80 kilós férfi, ez 140 kiló, és belibben a fürdőszobából este, hatalmas szőrös pókhassal, lógó nagy mellekkel, óriási combokkal, és azt mondja, hogy Margit, úgy kívánlak. Szerintetek a nőben tényleg az őszinte szexus fog megszólalni? Vagy az szólal meg benne, hogy szeretem, lelkileg tartozom neki, és hát mégis ő a család fenntartó, hát nem kéne neki beszólni. De közben ez a nő, ez a feleség azon aggódik, hogy ez a férfi másnap ne boruljon rá az asztalra, ne essen össze a hűtőszekrénynél, ne boruljon rá a volára, és ne kapjon trombózist, sztrokot, szívinfarktust, rákot, meg mindent, ami az elhízással jár. Tehát én, Sóbert Norbert, most úgy döntöttem, hogy bizony a hiúság a szexus oldaláról próbálom megmotiválni a társadalmat. Azért akarom motiválni, hogy az emberek egészségesebbek legyenek, csak az egészség senkit nem érdekel. Tudjátok, sokan beszélnek a klímaváltozásról. Ugye akkor kezdünk vele foglalkozni, amikor az Amazonas vidéke már leégett, és egész Ausztrália lángol. Tényleg? Amíg erről nem volt szó, addig mindenki fogta a petpalackot, azt így vihogva eldobta háttérbe a Dunába. Na nagyjából erről szólt az élet. Most meg ugye nagyon fontos klímaváltozás. Hát én most a hálószobai klímaváltozást hoztam szóba, és tudjátok, itt is írnak csodákat, hogy én milyen ronda vagyok. Oké, legyek ronda, erre iszok egy viszkit, bocsánat. Legyek ronda. Most tényleg arról szól ez az egész poszt, amit mondtam nektek, hogy én most milyen ronda vagyok? Vagy arról szól, hogy mit akarok üzenni? Tényleg azok az emberek a legjobbak, akik azt mondják, amit te hallani akarsz? Mondok egy izgalmas dolgot nektek. Azt írják sokan, hogy engem csak a profit érdekel, meg a pénz, meg az update termékek eladása. Bojkottáljuk Norbi termékeit, mert megsértette a nőket. Na most figyeljetek, ha engem a pénz meg csak az üzlet motivál, akkor én egész nap hazudni fogok, és ezt a dolgot, amit most elmondtam, nem fogom nektek elmondani. Akkor azt mondom, mint amit mindenki hallani akar, olyan leszek, mint egy politikus. Azt mondom, amit mindenki hallani akar. Nem leszek a barátod. Ha barátod vagyok, akkor azt mondom, amit írja Antóni Anni, hogy tegnap még azt ugattad, hogy egy nőnek nem számít a külső, csak a belső. Igen, nem ugattam Antónia, hanem mondtam, ezt akartam mondani, hogy a nők bizony olyan csodás lények,
hogy belső érzelmektől vezérelve, szentimentálisan és képesek egy férfit szexuálisan szeretni. Mi férfiak rettentően tudunk egy nőt érzelmileg, emberileg szeretni, de szexuálisan bizony ez egy vizuális kérdés. Nem leszünk soha újra fiatalok. Én 30 évesen voltam nagyjából abban a súlyban, mint amiben most vagyok, és nem leszek újra 30 éves, most 50 leszek, de megküzdök azért, hogy amikor este bejövök a fürdőszobából, Rékához, akkor ne egy 95 kilós, pókhasú, lógócsöcsű, vigyorgó törpeként szaladjak be, akit azért szeretnek és azért feküdnek le vele, mert 20 év házasság után, meg a sok-sok kaland, meg az együttérzés után, ez szinte erkölcsi kötelesség. Gyerekek, a szerelem, a szex, az nem erkölcsi kötelesség. Az abból származik, hogy mind a kettőn vonzók vagyunk. És ez egy nagyon fontos dolog. És itt a nők is hibáznak, és a férfiak is hibáznak. Csak ez nem fér be a tegnapi videómba. Olyan gyorsan áramolnak a hozzászólások, hogy szinte bele sem tudok olvasni, de majd abszolút kicsit fogom ezt olvasgatni, viszont stabilan vagyunk 8,500-en, soha életemben nem volt ilyen nézett videóm, tisztán meg vagyok illetődve, 2000 fölött még nem voltam, megmondom az igazságot. Szóval ez érdekes dolog. Muszáj innom megint egy viszkit erre. Ugye azt a viszkit izom, nem töltök hozzá, csak kortyolgatom, tudjátok. Na, szóval összegezve ezeket szerettem volna nektek elmondani, és továbbra is azt mondom, hogy beszéljünk erről a duci kategóriáról. Honnan származik ez a szó, hogy duci? Hát figyeljetek, emlékeztek a 1998-99-2000-re? Ja, sokan meg se születettek még akkor. Na, volt egy csávó, ami Norbi nevű hülye gyerek, aki megcsinálta életében először Magyarországon, világon először a duci tréninget. Bizony, tehát én voltam az, aki kövér emberekkel forgatott videós tornát azért, hogy lefogyasszak kövér embereket. Tehát én, ha tudom, hogy mi a duci szó, mert én is az voltam. Egyébként hiba részemről és részletekről is a ducit ducinak nevezni. Tudjátok, a túlsúly, az elhízás, az egy betegség. Az a neve, hogy obezitász. Tehát ha becézzük, akkor maximum obinak vagy obeznek lehet becézni. Duci ilyen kategória nincs. Gondoljatok bele, hogy ha a TBC lenne, akkor Tibinek becéznénk, vagy a leprát Lepinek becéznénk. Tehát egy nagyon-nagyon kemény betegségről beszélünk, ami minden második magyar életébe kerül. És bizony, a túlsúlyos nők, túlsúlya szülve, nagyon sokan súlyosan károsítják a magzatot, sőt, magukat is károsítják, kettes típusú terhességi diabétesszel. Nagyon sok a probléma. Pont délután néztem, nagyon-nagyon kedvelt Tóth Gabinak a videóját, innentől is üzenem, hogy csókolom, gratulálok neki, és imádtam ezt a videót. 71 kilóval fölállt, és mutogatta a terhességi csíkját, és elmondta, hogy én egy mekkora rohadt szemét vagyok, biztos tök igaza van, de nem róla szól. Tehát Tóth Gabi, ugyan 71 kilóval, nem tudom, 60 kilósan esett teherbe, 71 kilósan, szexi. Tehát én a 90 kilóról, meg a 100 kilóról beszéltem, a 20-30-40 kiló stabil, megmaradt, egészségkárosító, szexuálkárosító, házasságkárosító túlsúlyról. És nem azért beszéltem erről, hogy bárkit ezzel meggyalázzak, hanem azért beszéltem róla, hogy változtassunk rajta. Mert ez előbb talál be a szívedbe, az érzelmedbe, mint arról beszélek, hogy ne legyél cukorbeteg, ne legyél magas vérnyomású, ne kapjál trombózist. Erről szól az én kommunikációm. Ezt üzenem szívből, tehát az én célom az, hogy sok magyar legyen, sokkal több magyar legyen, sok gyerek szülessen, de a boldog házasság és a szeretet titka az, hogy mind a ketten megtartjuk magunkban, külsőben, belsőben azt, amit a párunk bennünk megszeretett. És tudjátok, mi az igazság, hogy ma nagyon sokan írtak nekem, és tudok másik olyan férfiról is, akinek például csak egy éve szült a felesége, és egy éve nem tud hozzányúlni. De a férfi már 10 kilót fogyott, már minden baja van, de nem tud hozzányúlni. Tehát gyerekek, nem 10 kilóval nem tud a nőhöz hozzányúlni, hanem akkor 20-25-30-al, meg még többel több, és ez tartósan jelen van. Az se baj, ha valaki a terhesség során meghízik, bár nem egészséges, de utána helyre kell tenni. Bár lányok, megjegyzem, hogy azért amikor a terhesség során több mint 15-20 kilót fölszedsz, az olyan maradandó károsodást okoz egyébként a bőrödön,
amit szerintem még egy nagyon neves plasztikai sebész sem tud helyretenni. Tehát, hogyha engem elítéltek azért, hogy egy betegség ellen küzdök, amit elhízásnak neveznek, akkor én nem is értem, hogy minek jársz fodrászhoz. Tehát 90 kilósan elmész a fodrászhoz. Hát már minek a fodrász, ha téged úgy szeretnek a belső értékeid, minek? Minek rajzolsz tetovált szemöldöket, ha téged úgy is szeretnek a belső értékeid? Minek van a szájfeltöltés, ha te úgy is szeretnek a belső értékeid szerint? Teljesen felesleges belakatni a szilikon mellett, ha úgy is szeretnek a belső értékeid miatt. Gyerekek, ne hazudjunk magunknak. Legyünk őszinték, és tegyünk az ellen, hogy megváltozzunk. Tudjátok, mi az igazság? Hogy Nyíregyházától, Szolnoki, Budapesttől, Békés Csabáig, azon dolgoztam az elmúlt 15 évben, hogy mindenhol legyen update-ból, meg 330 termék, hogy röhögve kényelmesen lehessen diétázni, lehessen kenyeret, tésztát, mindent. Én csináltam meg ezt a dolgot először. És tényleg valakit felháborít az, hogy én harcolok azért, hogy fogyjunk le. Hát ha én harcolok érte, azok nem biztos, hogy nálam lesznek vásárlók. Nem erről szól. Arról szól, hogy felnyílik az emberek szeme, és elindulnak egy másik irányba, ahol meg tudják változtatni az életüket. Na ez igazság, ezt akartam nektek elmondani, és most kicsit nézem a hozzászólásokat. Sipos Ádám, dugsz te rendesen? Agyamra ment a sok zsebhogi, hát arra nincsen szükségem. Igen, arra azt írja, itt egy kismama, gratulálok be, Adrián, olyan gyorsan szalad a izé, hogy én 48 kg lettem, kismama 95 kg voltam, szülés előtt, ez 14 éve, ma két gyermek után 45 évesen 170 centi, 62 kg vagyok, gratulálok szívből. Kornél, mondjad kicsi. Tudjátok, hogy a Norbinak van egy sajátos kommunikációja. És meg is tartom azt. Őszinte, tőlem többen kérdezték, hogy mit szólok ehhez. Hát szókimondó a Norbi, de egyet tudnotok kell, hogy kitűzte céljául, hogy az emberiséget le fogja fogyasztani, és mivel sok esetben szép szóval, meg simogatva az emberi lelkeket nem sikerül, sokszor kimondja azokat a mondatokat, amit valóban nagyon sokan maguknak sem képesek beismerni. És azt tudnotok kell, hogy én tegnap beszélgettem vele erről, hiszen én is háromszor voltam várandós, háromszor adtam életet három gyönyörű gyermeknek. Norbi nem azokra a hölgyekre, nem azokra az édesanyákra gondolt, akik most szültek. Bizony nem. És nem azokra, akik szoptatnak, hanem azokat a hölgyeket félti, aki, és azokat a párkapcsolatokat, ahol eltelik 3-4, akár 5-6 év, és nem tudod, hogy hogyan tudnál változtatni. Tehát tényleg nem védeni akarom. Nem kell engem védeni. Meg tudja magát védeni. Segítő szándék volt benne. Az, hogy a kommunikáció egy kicsit más, mint mondjuk az enyém, az hát ő a Norbi. Azt gondolom, telpeste kiraktam. Nem is hozott ez egy komoly nézettséget. Teap reggel is ránéztem, még akkor sem. Délben is néztem az internetet, hírkeresőt. Nem találtam erről cikkeket. Tomiból is írt, mindjárt olvasom. Tomiból azt írja, hogy sajnos ez egy hatalmas tabu téma. Szerintem sokkal többet kellene erről beszélni, meg kellene szóltatni olyan embereket. Bizony meg. Egyébként elmondom nektek, hogy holnap élő adásba megyek 7:30-ra Róna Jegonhoz az ATV egyenes beszédbe, és ott egy nagyon ismert írónő fog engem telibe támadni, úgy tudom, úgyhogy ott a helyem és örömmel állok elébe, sőt, benne leszek Hobeste a tényekben is. Tehát ma délben nem volt még erről cikk, és én már depressziós voltam. Azt írja Katona Győző, na, hogy olyan érdekes, hogy csak a kövérek szidnak, lehet, hogy fáj az igazság, de igazad van. Figyeljetek, relatív, én azt gondolom, hogy a duci emberek, a kövér emberek mindenképpen védelmet érdemelnek, mert nem szeretne senki kövér lenni. Több okból sem. Az egyik az, hogy nyilván egy duci, egy kövér ember nem szeret tükörbe nézni. Ezt, hogyha lehunyod a két szemed, és a szívedre teszed a kezed, akkor a tükröt és a mérleget nem szereted. Még sokszor egy vékony nő sem, nemhogy egy túlsúlyos ember. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell találni azt a kiutat ebből a börtönből,
ami számodra a legjobb út, hiszen a túlsúly az nem csak a testet, a lelket is fogva tartja. Fogva tartja a párkapcsolatot, nagyon sok mindenre kihat. Úgyhogy hallgassátok meg Norbit, ő segíteni szeretne valaki, egy sajátos kommunikációval. Figyelj, valaki azt írta, én elköszönök. Ne köszönjél, valaki. Csók nektek, mert itt csinálom a vacsorát. Várjál már, de valaki azt írta, kérde nekem, hogy oké, hogy mekkora szemét vagyok, mert ha Réka elhízna 90 kilóra, akkor elhagynám. Na figyeljetek, elmondom a frankót, tehát ha Réka 90 kiló lenne... Sose lennék annyi, De lenne. Mert mondják, hogy van ilyen betegség, ami elhízna, nincs ilyen betegség. De kívánunk ilyeket kitalálni. Szóval, hogy a Réka 90 kiló lenne, sosem hagynám el. De hallottátok? Sosem hagynám el, esküszöm, mert szeretem, mert imádom, de ne haragudjatok, de szexet nem ígérek. Jó? Tehát ne haragudj, szexet nem ígérek. Miért? Állandóan azért, figyeljetek. Na, mondom, tehát én 57-58 kiló vagyok, amióta az eszemet tudom, és állandóan azért megy itthon a harc, hogy legyek 60-61 kiló. 70-et szeretnék egyébként, tehát én azt szeretném, ha Réka pont a Tóth Gabi súlyát hozná. Tehát Gabi! A, hajrá, Gabi! Imádlak! Tehát a Tóth Gabi súlyával a 70 kilóval imádnám a Rékát, de 90-es imádnám, csak 90-nel nem biztos, hogy vizuálisan elintaná bennem a régi Norbit. Próbáljuk ki. Nem tudjuk visszahozni, mert utána nem leszel olyan neki, soha. Figyeljetek, nekem azért azt hozzáteszem, hogy nyilván az életmódom, nem meg az update-nek van egy belső igényi szinten. Várjál, hagyjál. Tehát az életmódnak, meg az update-nek köszönhetően, meg a munkámnak köszönhetően, nyilván biztos, hogy nagy erőfeszítésbe telnek 90 kilónak lenni, illetve hál' Istennek a Lara is ugyanezt a genetikát örökölte. Tehát jó a genetika, jó az anyagcsere, ez nagyon fontos, de nyilván ezt sokban befolyásolja a táplálkozás és a mozgás, illetve az, hogy a terhességek alatt én is nagyon odafigyeltem arra, hogy egy 7-8-10 kilónál többet ne hízzak, úgyhogy ez a titok, és én mindig azt szoktam mondani azoknak, akik kisbabát várnak, hogy ne féljetek, ne aggódjatok. Terhesség előtt érdemes elérni az ideális testsúlyt, tehát testmagasság mínusz 110-115 a nőknél, és hogyha készen áll a tested, akkor nyugodtan hízhatsz 10-15 kilót, az orvosod is azt fogja javasolni, hogy 10-12 kilónál ne hízz többet, mert hogyha az ideális testsúlyodról indítod a várandóságot, semmi gond nem lesz, hip-hop, megszabadulsz a felesleges súlytól, úgyhogy én is megnéztem Gabinak a élő videóját, imádom Gabit, tündéri, nagyon-nagyon szeretem, mindig szoktam neki üzenni, és Gabival semmi gond, Gabikám, gyönyörű vagy azzal a plusz 10 kilóval, és pikpak le fogod adni, úgyhogy tényleg nem a most szült kismamákra gondolt azért Norbi, annyit tegyük hanem hozzá, aki hosszú hogy, távon hogy, tartja azért azt Tóth Gabi is megnézhetné, hogy milyen 90-nel mondjuk, és hogy meddig van ekkora vonzalmi támadás alatt 90 kilóval. Tehát én erről beszélek, meg az egészségkárosító hatásáról, tehát a tegnapi videó miatt nem szeretnék még egyszer elnézést kérni, nem akarok magyarázkodni, azt gondolom, hogy értelmezni ma ezt segítettem. Elmondtam ugyanezt a férfiakról is, maximálisan, csak ugye ez nem annyira téma. Sok férfi nem írt hozzá a terapi videómhoz megvédeni engem, mert a felesége egy péklapáttal fejbe vaszta volna, bocs, hogy ezt mondom, de ez lett volna az eredménye, hogyha engem ott megvéd a férfi. Tehát egy nagyon tabu témát feszítettem meg, de a végső konklúzió. Az elhízás az egészségtelen, az egy betegség. Az elhízás... Sziasztok, én elköszönöm, szia, megcsinálom a vacsit. Az elhízás ronda, az elhízás visszataszító, az elhízás megnyomorítja az életedet, és a lefogyáshoz pedig nem szét kell magad edzeni a fitnessen, mert valaki azt is beírta, hogy állandóan csak edzeni kell, és nekem erre nincs időm, be ez a feleségem is plázamacska, és egész nap edz, hát ez nem igaz. Az elhízáshoz, de jó lenne. Az elhízáshoz okosan kell táplálkozni, és ez a legfontosabb, tehát azt javaslom mindenkinek, amit a cukorbetegeknek is, hogy ha súlytartáshoz tartsa a napi szénhidrát fogyasztását 160 g alatt, a könnyű fogyáshoz napi 80 g-mal tartsa a szénhidrátot, és a ketogén diétához pedig napi 40-50 g-mal kell tartani a szénhidrátot. Ennyi a titka a sikernek. Nyugodtan lehet enni fehérjét, rostokat, zöldséget, zsiradékot, de a szénhidrátra, tehát a cukorra és a keményítőre kell figyelni. Ez a megoldás, erről szólt az egész, és most lehet engem utálni, lehet bojkottálni, lehet mindent tenni,
De akkor is azt mondom, hogy a szerelem, a szex nagyon fontos meghatározó része, az a vizualitás, amivel a párkapcsolat kötetett, és kimondta Réka háttérben a lényeget, hogy maga a 20 év is koptatja az egészet. Gondolj be, hogy koptatja a plusz 30 kiló. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tudjátok, olyan férfiként, vagy nőként is tartósan, éveken át plusz 40-50 kiló bebújni a párunk mellé az ágyba, mint este le nem fürödni. Csak este a lefürdést meg tud oldani 5 perc alatt. Ezt nem. És ebben szeretnék neked segíteni. Erre hívtam fel a figyelmedet, és abban, hogy ne hajj meg cukorbetegségben, rákban, trombózisban, infarktusban, sztrokban. Idő előtt. Jó? Sziasztok, osszátok, utáljatok. Norbi voltam, egészségetekre.